Ebben a mostani videóban meg szeretném mutatni nektek a mikrogyűrű méretei közti különbséget, és most azért tettem szándékosan szőke gyűrűvel a tincseket, és azért tettem kívülre a póthaj tincseket, hogy lássátok a vastagságukat, mert egyébként ugye, ha szőke hajat is tennék fel ilyen sötéthez, akkor is itt a haj tövének megfelelő színű gyűrűvel, tehát itt egy feketével raknám föl egyébként, és ezeket a póthajtincseket pedig nem ide kívülre raknám, hanem ugye itt a tincs alá, hogy ez a része, ami itt van, ez a vége, ne látszódjon. De most direkt mutatni akartam, hogy látható legyen egyértelműen, hogy ez egy nagyobb méretű mikrogyűrű, egyébként 4,5 mm az átmérője, ez pedig egy kisebb, ennek 3 mm, és ugye a kettő között nézzétek meg, mekkora a különbség, és mindjárt mondom, hogy miért fontos ez. És ugye a többi, itt alul mindegyik ilyen kis vékonyka, és a felső sor az, ahol ezek a nagyobb gyűrűk vannak. És ez azért fontos, mert mind a kettővel fel lehet rakni. Tök ugyanaz a módszer. Viszont ezekkel, a nagyobb gyűrűkkel vastagabb tincseket lehet felrakni, a kisebb gyűrűkkel jóval vékonyabb tincseket. Ugye itt, ahol egymás mellett van, ott azért látszik is szerintem egyértelműen. De ha a kisebb gyűrűkkel rakom fel, akkor sokkal több hajtincs lesz, hiszen a kisebb gyűrűn a vastagabb tincs az nem megy át. Tehát ezt meg kell feleznem, ezt a tincset, és abból tudok kettő ilyen kis gyűrűset csinálni. Ami egyébként látványra valamivel természetesebb és szebb, nem sokkal, valamivel, viszont sokkal több gyűrű van a fejeden, ami lehet, hogy zavar, lehet, hogy nem. Nem biztos, hogy zavar, de lehet, hogy zavar. De hogy kétszer annyiba kerül, az biztos, mert ugye ugyanúgy föl kell raknom, a tincsenként van a felrakásnak az ára, hát nyilván, hogyha kétszer annyi tincset rakok fel, akkor az kétszer annyiba fog kerülni. A nagyok, ugye itt fölül látszik, az pedig ugye, egyébként én a naggyal szoktam dolgozni a legtöbb esetben, mert a sajátomat is azzal csinálom, azzal is tök természetesre meg tudom csinálni, hogyha jól van megválasztva a haj hossza, meg a haj színe és minősége a póthajhoz képest, akkor a nagy gyűrűvel is tökéletesen meg lehet csinálni, úgyhogy természetes legyen. És kevesebb gyűrűvel érintkezik a fejed, ami ilyen hordás szempontjából szerintem sokkal kényelmesebb. De vannak olyan esetek, amikor csak kicsivel lehet felrakni, például nagyon vékony szálú, nagyon gyenge hajaknál, ugye nem szabad, hogy a nagy gyűrűn átmenő haj, tincs, aminek a súlya, ugye kétszer akkora, mint ez, hogy az húzza a nagyon vékony hajat, úgyhogy akkor mindig kicsivel, tehát ott nincs varia, ott muszáj azzal felrakni. És akkor még van a nanogyűrű, ami ennél egy picivel kisebb, mivel ez még ugye mindig mikrogyűrű, a nanogyűrű kisebb, de ott úgy kell elképzelni a tincset, hogy nem is a gyűrű van itt rögzítve, hanem a tincs, vagy na, hogy mondjam nektek, tehát van a maga a haj tincs, és abból kiáll egy kis kampó, és az a kis kampó van a gyűrűvel rögzítve, és úgy van ide rakva a hajhoz, az még kisebb, még többet kell egymás mellett rakni, egymás mellé rakni, ez miatt nyilván a munkadíja is több. Nagyon természetes, tehát az már tényleg annyira aprólékos, hogy nagyon-nagyon szép, ahogy kinéz, gyönyörű, de hát én megmondom őszintén, hogy annyira aprólékos munka, hogy én nekem arra nincsen, hát nincsen egyszerűen idegzetem hozzá azt megcsinálni. És főleg azért, mert látjátok, hogy ezzel is nagyon szépen meg lehet csinálni tökéletesen, legalábbis szerintem. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani a gyűrű méretekről. Majd a legközelebbi videómban megint mondok valamiről. Sziasztok!